Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ezt a Szentmisét 93 éves nagymamáért ajánlom föl, Isten segítő kegyelmét kérve. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelsük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és olasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, oltalmazd szüntelenül egyházadat, hiszen nélküled erőtlen a halandó ember.
Segítségeddel tarts távol mindig a rosszat, és vezess minket az üdvösség útján. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei. Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe. Mosdjatok meg és tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől, ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni, keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet. Aztán jöjjetek, s szálljatok velem perbe, mondja az Úr. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó. És ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a föld legjobbából lesztek. De ha tovább is lázongtok ellenem, kard pusztít el benneteket. Igen, az Úr szája mondta ezt. Ez az Isten igéje. Aki szeplőtelenül járja az élet útján, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Aki szeplőtelenül járja az élet útján, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Nem áldozataid miatt dorgálok meg, ígő áldozataidat mindig látom. Nem fogadok el borjakat házattól, kegységet sem kívánok legelődről. A kis szeplőtelenül járja az élet, hiszen gyűlöd a törvény fegyelmét, hátat fordít a szavaimnak. Aki szeplőtelenül járja az élet útján, mondja mi Urunk Isten,
Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus ezekkel a szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg mindent, és tartsatok meg mindent, amit mondanak nektek. De tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják az imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. A vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig minnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. S tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, aki önmagát megalázza, azt fölmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, törvénytudók, farizósok Izrael életében nagyon fontos szerepet vittek, feladatokat vittek. Az ő tudásuk, képességük, fölkészültségük az szükségszerűvé tette, hogy ezeket a feladatokat, amiket ők a képességeik szerint el tudnak látni, azokat végezzék. Valóban legyenek tanítói a többieknek, legyenek vezetői a többieknek, valamiképpen mesterek a tanítványoknak. Tulajdonképpen ez egy teljesen normális a társadalom életében elfogadott állapot. Viszont gyakran előfordul, hogy valaki ilyen feladatok közben, ilyen szerepek közben összetéveszti a feladatát, ezt a helyzetet, azzal, hogy őt nem azért tették oda, hogy mások kiszolgáltatottságával, mások fölött való uralkodásával éljen, hanem azért, hogy szolgálatában legyen annak a feladatnak, és annak a közösségnek, akinek a vezetésére rendelték. A tanító, a mester, az atya, vagy mondhatnánk, sorolnánk a többit is, mindazt a feladatot, amit végez, azt szolgálatként, Isten szolgálataként végzi, és nem azért, mert kiváltságokat akar a közösségben. Nyilvánvaló a szavakkal, főleg mondjuk így évezred távolatában a nyelvi kérdésekkel is bele lehetne bonyolódni, hogy most akkor mit helyes. Volt, aki arról beszélt, hogy nem szabad a tanítót tanítónak nevezni, hanem tanárnak kell mondani, mert az megfelel az evangéliumnak. Nyilvánvalóan érezzük ennek a butaságát. Tehát nem ilyen módon kell ezeket megközelíteni, hanem abból a helyzetből, hogy aki feladatot kapott, azt a feladatát végezze teljes odaadással, lelki és ismeretességgel, ugyanakkor érezze, hogy az ő feladata a szolgálat Isten felé, és szolgálat azok felé, akiket ő rábíztak. A farizeusok és az írástudók éppen ebben a helyzetben váltak egészen kiváltságossá, úgy helyezték magukat mások fölé, hogy ők nagyon súlyos terheket tettek, előírásokat szabtak mások számára, maguk viszont ezt nem tették, sokszor különféle gondolkodásmóddal kijátszották. Isten az alázatosakat fölmagasztalja, akik elbizakodottak, azokat pedig megalázza. Ezt az elbizakodottságot azután a saját szavuknál teszi sokszor nevetségessé Jézus. Megmutatja az ellentmondásosságukat, és hogy nagynak érzik magukat, de valójában mennyire kicsik.
Viszont az alázat nem azt jelenti, hogy lebecsüljük, hogy elítéljük magunkat. Azt, hogy kicsinek érezzük magunkat, az fontos, de hogy a feladat, amit ránk bíztak, az teljes odaadással, annak a súlyával tudjuk végezni, az is hozzátartozik az életünkhöz. Az igazi alázat, az tulajdonképpen ennek a fölvállalása, a feladatoknak a fölvállalása, ugyan látjuk ezt az evangéliumnak, a Szentírásnak a példájában, profétáknak az életében, a nép vezetőinek, királyainak az életében, hogy akik helyesen tették, azok valóban Isten szolgálatában tudtak élni. És legyen így ez a mostani egyházban is, a mi életünkben, a mindennapjainkban, társadalmunkban is. Éljünk azzal a lehetőséggel, amit ránk bíztak, ezt a feladatot végezzük teljes odaadással, ugyanakkor annak tudatában, hogy ez szolgálat másokért, és szolgálat Isten felé. Amen. Testvéreim, Isten újra meg újra szól hozzánk a Szentírás szavával, imádkozunk, hogy minden nap meghalljuk szavát. Addolunk, hogy egyházunk vezetői életük példájával is hirdessék hitünk igazságait. Addolunk, hogy az elnyomottak és a jogfosztottak a világ minden országában megkapják az őket megillető jogokat. Addolunk, hogy vallásosságunk és megtérésünk soha ne merüljön ki a külsőségekben. Addolunk, hogy a hivatásunkban és a munkánkban mindig embertestvéreink szolgái lehessünk. Adj, Urunk, szívünkbe igaz megtérést, és bocsásd meg minden bűnünket. Fogadd el, Urunk, imádságos áldozatunkat. Add, hogy törvényed szerint éljünk, és így meglássuk az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szentelj meg minket kegyesen, szentségeid által, még földi vétkeinktől megtisztítanak minket, hogy így elnyerjük mennyei adományaidat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenhott örök Isten. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással fejezzük ki hálánkat irántod. Az önzetlenség alakítson bennünket bűnösöket, és a nélkülözőket segítve kövessünk téged a nagy lelkűségben. Ezért az angyalok megszámálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt adományt, árazd el a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezévette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ura, után ugyanígy kezévette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Halálodat én örökjük, Urunk, és Isten felvalljuk föltámadásodat, amint a mennyekhez. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokra, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőjét magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa,
ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom néktek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki azt és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlok oda jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élek. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben
és halál után is. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, a szentségi táplálék, melyet oltárodról magunkhoz vettünk, erősítse bennünk a hitvalló életet, és szüntelenül részesítsen segítségedben Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Istenünk, hallgass meg jóságosan híveit, kéréseit, és gyógyítsd meg lelküket minden bajtól, hogy elnyerjék bocsánatodat, és mindig a te áldásodnak örvendjenek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon reátok, és maradjon veletek mindenkor. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem.